Nobel-díjra is fel volt terjesztve 1957-ben. A forradalom leverése után letartóztatták. Börtönben írt leveleiből és műveiből, és a nála csaknem 30 évvel fiatalabb feleségének írt leveleiből készült az előadás. Vendégeink a darab dramaturgia Abud Rita és a Böbét alakító Facskó Marica színművész. Jó estét kívánok, sziasztok! Estét. Jó estét kívánom! Az első kérdés, ami felmerül egyáltalán a darab és ennek a kapcsolatnak a vonatkozásában is, hogy egy nagyon fiatal nő és egy nála sokkal idősebb férfi szerelme hogyan tudott fennmaradni ilyen hosszú ideig, amikor nem is láthatták egymást, ugye az eredeti börtönbüntetés 9 év volt, ami aztán mérséklődött, de hát ez még úgyis nagyon hosszú idő. Hát csak úgy maradhatott fenn egy ilyen kapcsolat, hogyha ez úgynevezett igazi szerelem volt, amit annak idején, amikor a Déri megjelent a Böbével a társaságban, akkor nagyon kevesen hittek el az író kollégák közül. De az időben bizonyította, hogy valóban az volt egy mindenen és minden időn és minden viszontagságon keresztül érvényben maradt szerelem. Voltak fenntartások, amikor meglátták őket egymás mellett? Hát volt bizony, mert hogy Böbe színésznő volt, és eléggé életvidám természet, aki nem tagadott meg magától semmit, ahogy itten a fáma szól, de a Dérit ez nem zavart egyébként. Ő maga is ifjabb korában nagyon jó vágású férfi volt, és egy szép nem tisztelője, tehát valószínűleg ez őt egyáltalán nem zavarta, sőt. Marica, te mit tudsz Böbéről? Mennyire tudtad őt megismerni, mielőtt elkezdődött a próba sorozat? Amikor felkértek erre a szerepre, akkor mondhatnám, hogy semmit nem tudtam Böbéről, és ahogy elkezdődtek a próbák, úgy próbáltam meg egyre jobban megismerni. Mélységesen tisztelem a hölgyet, és ezért nagyon megtisztelő feladat, hogy belebújhattam a bőrébe. Abodi Ritától az olvasópróbán rengeteget hallottam Böbéről, mert ő ismerte, és elmesélte, hogy nagyjából, vagy ahogy ő gyerekként megélte, hogy milyen is lehetett Böbe valójában. Én egy nagyon kemény, végtelenül büszke nőnek képzelem el, aki rendkívül kitartó, és nagyon-nagyon önazonos, és pont visszatérve az előző kérdésedre, azt gondolom, hogy ő a börtönévek alatt teljes mértékben bebizonyította a külvilágnak, illetve Dérinek, hogy a szerelme az valóban őszinte és igaz, hiszen a levelekből kiderül, hogy hogyan támogatta, nem csalta meg, várt rá, támogatta az ő édesanyját, mert mint Déri Tibor édesanyját, és nem hagyta cserben a férjét. Úgyhogy egy nagyon-nagyon kemény nőnek és a határozott nőnek gondolom, és mindezzel együtt rendkívül érzékenynek. Mondjuk el, hogy ugye Rita onnan ismerhette Böbét, hogy ugye te édesapád is író Abodi Béla lévén. Ugye nagy rajongója volt Déri Tibornak, és ezért te magad is találkozhattál vele. Tényleg ilyen ezek az emlékek Böbéről, mint amit Marica elmondta? Ilyen, meg még ilyenebb, jóformán. Hát a történet az, hogy az édesapám, mint fiatal író, akinek a saját papája meghalt, amikor ő még 10 éves volt, nagy rajongója volt a Dérinek, és ilyen irodalmi atyaként is. Tisztelte. És ennek kapcsán jó néhányszor találkoztunk velük, például Füreden, a nevezetes malomkő asztaluknál a nyaralóban, és ott 10 éves lányként volt, mondom, amennyire ez egy 10 éves gyereket érdekel megfigyelni, a nagy írót és a feleségét, de komoly benyomást tettek rám, különösen Böbe egyébként. És Déri Tiborról milyenek a benyomások így utólag? Hát egy ilyen fordított nemi szereposztás volt a kapcsolatukban, ma így mondanám. Tehát a Déri volt az, volt a főnök? Abszolút egyértelműen. Tehát ő volt az, aki a nadrágot viselte, tehát sokkal férfiasabb volt, dívaszerű, határozott harsány, nagyon erőteljes asszony. A Déri pedig ebben így elmerült, tehát a maga művészies és feminista, vagy nem feminista, feminista is volt mellesleg, mert nagyon tisztelt a nélemet, de feminin módján elmerült ebben a dologban, és hagyta, boldogan hagyta, hogy irányítsák. Egyébként fiamnak szólította. Böbe részt vett valaha a politikában, ha már ilyen kemény egyéniség volt? Nem hiszem, hogy aktívan részt vállalt volna, de amikor az ura börtönben volt, akkor teljesen gátlástalanul bármilyen fórumhoz, bármilyen rangú hivatalnokhoz képes volt levelet írni. Tehát egyáltalán nem retteget attól, hogy ezek akármilyen pozícióban levő hatalommal bíró, bosszúálló emberek lehetnek. Szóval jól tudom, így is sikerült mérsékelni Dérinek a büntetését ezeknek a leveleknek köszönhetően előbb-utóbb.
Pontosan nem tudjuk, hogy minek köszönhető, de könnyen meg lehet, hogy nagy szerepe volt benne. Írnak ilyesmit is. Igen, tehát hogy ennek a kitartó, teljesen gátlástalan ostorozásnak, amit a Böbel hivatalok felé művelt, ennek lehetett benne szerepe, igen. Van közös Böbében és benned, Marica, aki most Böbét alakítja? Mit gondolsz? Remélem, hogy igen, mert határozottan szeretném, hogy legyen közös bennünk, hiszen amit a Rita mondott, hogy a kitartása, az akaratereje, a küzdeni tudás, azok szerintem nagyon pozitív tulajdonságok, és remélem, hogy bennem is van ilyesmi. De talán, ami leginkább és ebben biztos vagyok, az érzékenysége. A leveleiből ismertem én őt meg igazán, és a leveleiben minden egyes mondata mögött ott található az a fajta szeretet, az élet szeretet, a férje iránt tanúsított szeretete és szerelme, illetve hogy ő gondoskodott a saját anyósáról, akivel egyébként nem volt felhőtlen a kapcsolata, de hát abban a pillanatban, hogy baj történik, mégis ott állt mellette, és kitartott mellette, és ez a fajta érzékenység és gondoskodás, ez nagyon-nagyon-nagyon tetszik nekem Böbében, és bízom benne, hogy én bennem is megtalálhatóak ezek a tulajdonságok. Ugye a Szerelem című novellát is Déri jegyzés, készült is belőle a film, amit szerintem mindannyian láttunk, a Csodálatos Törőcsik Marival, és ott is egy hasonló történetet látunk, ugye az anyós elől titkolják, hogy a férj börtönben van, és ez is egy hasonló sztori. Nagyjából ezt kapjuk egyébként a darabban? Benne van ez a történet, tehát a Károly rendezte filmnek a története, a novella története az benne van, mert hát ez volt az egyik olyan cél, ami a kettejük kapcsolatát életben tartotta, és a beszélgetésüket amennyire lehetett beszélgetni, hol élőben ritkán, hol levélben szintén elég ritkán, azt életben tartotta. Az volt a közös feladatuk, hogy itt a Dérinek az idős édesanyját egyrészt áltassák azzal, hogy a fia nem börtönben van, hanem Amerikában, és éppen hihetetlen karriert csinál, másrészt, hogy minél tovább életben tudják tartani, és ezt ők ketten együtt csinálták. Hogyan jelenik meg mindez a darabban, hiszen levelekből készült, feltételezem, hogy nem levélfelolvasásról van itt szó. Hát tulajdonképpen nem levélfelolvasásról van szó, viszont a leveleket mondjuk el egymásnak ilyen-olyan formában. Ezt szeretnék minél több nézőt látni az előadásokon, és akkor majd meglátják, hogy hogy történik, de gyakorlatilag a leveleket mondjuk el, és a levelek útján derül ki, illetve van egy-egy olyan beszélő, ahol ténylegesen találkozik egymás a Déri Tibor és Böbe, és ott nyilván szóba kerül az édesanyja Dérinek, és ott például van egy kedvenc részem, amikor Böbe elmondja Dérinek, hogy most már olyan leveleket írok a te nevedben, hogy direkt büszke vagyok a hatására, mert hogy a mama ezt meg ezt meg ezt elhiszi, meg ahogy ők azon vitáznak, hogy most Amerika a jobb megoldás, vagy pedig hivatkozzon Déri valami nőügyre, ami miatt nem tud hazajönni. Tehát ezek ilyen bájos kis történetek, és az ő párbeszédeikből kiderül, illetve a levelekből. A szerelem vagy a történelem inkább a fő vezérvonala a darabnak? Pontosan ez az előadás, ez inkább a történelem köré épül szerintem, tehát inkább az az alapkérdés, és emiatt érdekes egy ilyen több évtizedes történetet ma ismét színházban színpadra állítani. Az a fő kérdés, hogy emberként hogyan lehet viselkedni olyan történelmi körülmények között, amelyekből nem tudod, hogy mászol ki, és az ember nem tudhatja, hogy milyen karakterként kerül elő abból a szituációból. Egyikünk se tudhatja, hogy egy hasonló helyzet előállna Magyarországon, akkor pontosan hogyan viselkedne. Tehát ezt így remélhetjük, meg találgathatjuk, de igazából nem tudhatjuk. És ezek nagyon jó mintát mutatnak erre is. Azt hiszem, egyetérthetünk abban, hogy ez egy tiszteletreméltó asszony és egy tiszteletreméltó szerelemnek a története. Igen, és hogyha én kiegészíthetném, még csak annyit szeretném mondani, hogy lehet, hogy inkább a történelemmel azonosulunk, meg a történelmet ismerjük meg jobban, de én határozottan azt gondolom, hogy Böbén keresztül, meg ahogy én megpróbáltam Böbét, illetve próbálom eljátszani, és itt életre kelteni, az abszolút a szerelem köré fonódik, és az érzelmek. Én nem foglalkoztam nagyon a történelemmel, csak azzal, hogy a férjem börtönben van, és hogy ilyenkor mi a teendő. Csodálatos Böbe lehetsz, meg foglak nézni. Déri és Böbe az RS9 színházban a dramaturg Abodi Rita és a Böbét alakító Facskó Marica színművésznő voltak a vendégeink. Köszönöm szépen, hogy eljöttetek hozzánk. Hamarosan...